se láttam, se hallottam, nem tudtam róla semmit, igazság szerint most is sok minden tudok róla, kedves pályát ismerem, vagy helyesebben láttam már többször, köszönöm szépen a hangosítást. Egy ilyen jó technikával nem tudom, mikor érkezett utoljára, és ilyen hozzáértve kül van az a keverők mögött, és ez rengeteg nyomalakban egy koncerten. Azt azért szeretném mondani, hogy igenis próbálkoztam tehetségkutatóval, és még talán fogok is, de nem biztos, hogy az az utam. Nem biztos, hogy ha sokan úgy vélik, hogy az a karmája, vagy az a, azt a töltetet kell hordozni, hogy abba kell beépülni. Hát nem biztos, nem biztos. De a lényeg, hogy egy szívvel csinálják életkel, és higgyük önmagunkban, és a kisebb társadalmi egységet, a családot fogjuk meg, mert széthullott nagyon fehér lófia, Isten születe, ez a kis család, a kis magyar család nagyon széthullott. Beszélgessünk többet, én ezt tudom ajánlani, ezt tudom javasolni, és akkor talán közel kerülünk egymáshoz, és azt hiszem észre, hogy saját rokonainkat, saját barátainkat és a saját szomszédainkat nem ismerjük. Nem tudom, hogy ki van ezzel. De ez borzasztó dolog, és ez a világ vége. Ez. És ezen változtatni kell. Hát akkor szeretnék egy gyönyörű angol és egy gyönyörű énekesnőt ide szólítani. Hát nem tudom, hogy színpadnak nevezne-e itt a református templom kellős közepén. Vagy pulpitusnak, de az emelménye szeretném akkor szólítani Kertenyét. És ezzel a munkával búcsúznám, mert pedig a nézőm Istenem eredetileg Prével. És gyors próbálom, hogy az első szám is volt Perec Kéz Zoltán, ugye, megmagyarosította, hogy tetszik, átírta a szövegét, vagy átírta a szövegét. És most jöjjön ez a dal, és Kassa Tibor.